Kispaludi napok téten. A megyéből érkezett általános iskolák csapatai sportban, matematikában, népdaléneklésben, német nyelvben, rajzban, vers és prózamondásban versenyeztek. A sajátos nevelési igényű diákoknak szépírásban biztosítottak versengési lehetőséget. Széles Imre, a Kispaludi Károly általános iskola igazgatója elmondta, a két nap lehetőséget biztosít a diákoknak a színvonalas versengésre. 25 iskolából közel 900 diák mért összetudását. A házigazdában, szervezőkben is minden tanévben megfogalmazódik a kérdés, hogy rendezvényünkre lesz-e újra igény és érdeklődés. Hogy intézményünk jeles ünnepe életképes-e. Hogy igénylik-e tanulók, pedagógusok, a helyi közösség ezt a megmérettetést, ezt a sajátos milliót, amit a téti iskola a Kisfaludi Napok keretében nyújtani szokott. A válasz a mai napra részben megérkezett. Mert így a 27. rendezvényünk megnyitóján nagy örömmel nyugtázhatom, hogy a jelentkezett tanulók száma még soha ilyen magas nem volt. Idén a két nap alatt 860 versenyző diák mutatja meg tudását, tehetségét, és ez a magas szám még kiegészül a rajzpályázatra beérkezett 267 pályaművel is. Bizony, ez így több, mint 1100 versenyző. Nagyon megtisztelő, hogy 25 iskola vesz részt a Kisfaludi Napokon. A megye legészakibb részéből, a Rába köz, Sziget köz és Sokoró térségéből, Győr városából egyaránt jelentkeztek tanulók rendezvényünkre. Kellemes, de nagyon komoly kihívást jelentett az előkészítő munka során, hogy ennyi fiatal résztvevő méltó körülmények között mutathassa meg felkészültségét. Az előttünk álló két napban iskolánk minden zegét zugát versenyzőt népesítik be, de még a város művelődési házának több terme is versenyhelyszín lesz. Minden évben nagyon fontos értékként teszek említést arról, hogy a Kisfaludi Napok a helyi közösség ünnepe is. Ha csak arra gondolok, milyen összefogás, támogatás övezi rendezvényünket, ami nagyon sok területen mutatkozott meg, kezdve az anyagi hozzájárulástól, a pogácsasütésen, szendvicsek, sütemények biztosításán keresztül a zsűrizésig. Itt ragadom meg az alkalmat, és szeretném megköszönni annak a közel 80 embernek a munkáját, akik a versenyek szakmaiságát, méltó lebonyolítását és értékelését végzik. Önzetlen munkájuknak köszönhetjük, hogy a megmérettetések magas színvonalon, korrekt körülmények között fognak lezajlani. A zsűri tagok közül sokan a helyi társadalom megbecsült személyei, a megye elismert szakemberei az oktatás, nevelés vagy a kultúra területén. Nagyon köszönöm mindannyiuk önzetlen munkáját. Ahogyan már említettem, a Kisfaludi Napok nem csak iskolánk évente visszatérő különleges eseménye, hanem városunk életében is kiemelkedő helyen szerepel. Nagyon jó érzés, hogy minden évben van valami új, iskolát érintő fejlesztési eredmény is, amire nem csak az intézményünk, hanem Tétváros polgárai is büszkék lehetnek. A település önkormányzata továbbra is példaértékűen működik együtt a fenntartónkkal, a Győri Tankerületi Központtal. Folyamatosan azon munkálkodnak, hogy Tétváros általános iskolája a kor elvárásainak megfelelő alapfokú oktatást biztosítson a város általános iskolás tanulóinak. Egy nemrég befejezett Európai Uniós pályázatnak köszönhetően komplett fűtéskorszerűsítést bonyolított le Tétváros önkormányzata az intézményünket érintően. Ennek eredményeként az egész iskola az alsó tagozat új épületétől a tornacsarnokig ideális, egészséges hőmérsékleten működik még a leghidegebb napokban is, és ehhez mégis a lehető legkisebb energiát használjuk fel. Az iskola minden polgára nevében köszönöm az érintettek hozzájárulását, támogatását. Említettem már, hogy milyen közösségi összefogás, milyen sok ember önzetlen segítsége szükséges ahhoz, hogy iskolánk jeles eseménye sikeresen valósuljon. Elnézést kérek, hogy időhiányában személy szerint nem sorolom fel mindazokat, akik a következő két nap zökkenőmentes lebonyolításába közreműködnek. De itt és most is köszönöm mindannyiuk segítségét. Támogatását köszönjük Győri Tankerületi Központnak, Tétváros Önkormányzatának,
Tétváros óvodájának, Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődésért Alapítványnak, Téti Hagyományőrző Egyesületnek, Pedro Pékségnek, Mokka és Géber Cukrászatnak, Kis Lászlónénak, Bellovics Illésnének, Borosz Zoltánnénak, Tóth Jánosnénak és Kun Zoltánnak. Az idei év a legekéve. A magas részvételi szám olyan változásokat is generált, hogy a meghirdetett 15 versenyszámon belül, például az alsós versmondás területén évfolyam szerint bontottuk a versenyzőket, és ennek megfelelően díjazom is őket. Megtisztelő, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat. Köszönöm a felkészítő pedagógus kollégáknak, vezetőtársaimnak a közeműködésüket, támogatásukat, hogy tanítványaik a mai és a holnapi nap is itt lehetnek iskolánkban. Kívánom minden jelenlévőnek, hogy a következő napokban érezze jól magát nálunk, a versenyzők tartalmas élményekkel gazdagodjanak, az elért eredménytől függetlenül. Köszönöm, hogy meghallgattak. A tanintézmény kórusa a Magyarország című dalt adta elő. Thank you.
Most pedig felkérem Varga Adél, a 7. B-osztályos tanulót, mondja el Kányádi Sándor előhang című versét. Felkészítője Szabó Vajnalka tanára. Kányádi Sándor, előhang. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számmal édesség ízesül. Vannak vidékek, lebbelül. Szavak sarjadnak rétein, gyopárként sziklás bércein. Szavak kapaszkodnak, szavak, vérában rohan a patak, szívemben csörgedezik, csobó. Télen, hogy védjen, befagyok, páncélom alak cincogat, jeget tengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim és őseim. Vannak vidékek, viselem akár a bőrt a testemen, megdöbbenten is, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édesség ízesül. Vannak vidéket, lebbelül. A kispoludi napokon megkoszorúzták Kispoludi Károly emlékszobrát és a tanintézményben elhelyezett emléktáblát. Mindenjuknak köszönöm, hogy elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Felkérem Széles Imre intézményvezető urat, hogy nyissa meg az idei kispoludi napokat. Kedves vendégeink és legfőképpen kedves versenyző diákok! Számomra már csak két mondat jutott. Először is egy pár technikai információt szeretnék közölni veletek, mert ahogyan a szózatot elénekeltük, onnantól fogva tiétek lesz már a pálya. Ahogyan láttatok, amikor bejöttetek, találkoztok fiatal kortárs segítőkkel, megpróbáltuk elhelyezni annyi információs kis táblát, kinyomtattuk, hol vannak a versenyhelyszínek, hol találjátok meg éppen azt a versenyszámot, kérlek benneteket, akár pedagógus felkészítőkkel, szülői kísérőkkel, illetve helyi segítőkkel konzultáljatok, és akkor keressétek meg azokat a helyszíneket. Ahogy annak köszöntőben már felhívtam a figyelmeteket, a mai nap az inkább az élmény, és a holnapi nap is az élményszerzésről szóljon, arról, hogy érezzétek jól magatokat, és ténylegesen ez a kőtnap egy kicsit az iskolából való kiszakadt mindennapoktól eltérően egy más élményt jelentsen számotokra. Bízom benne, hogy így 27. alkalommal is méltó házigazda leszünk ennek a rendezvénynek, és kívánom mindennyiteknek, hogy sok-sok sikerélménnyel, örömmel távozzon iskolánból. Ezzel a 27. kisfaludi napokat megnyitom. Köszönöm szépen! A kispoludi napokon nagy hagyománya van a vers és prózamondó versenynek. Petőfi Sándor Arany Lacinak című verse is elhangzott. Ott az űrge, hű mi fürge, mint szalad pillanat, s oda bent van, bent a lyukba. A mi emberünk sem rest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s beleönti a veder vizet, torkig tele lett. A szegény kis űrge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átáldott. A lyuk száján nyakon csípték, az abíték, s mostan
itt van karjaimban, mert te fürge, pajkos, ürge, te vagy Laci, te bizony. Széles Imre igazgató a nagy hagyományokkal rendelkező versenyről és az intézményen történt felújításról beszélt. A fűtés korszerűsítése több millió forintba került. A 27. alkalommal rendezzük ma, illetve holnap a téti kisfaludi napokat. Hát egy kicsit meglepő volt, mert amikor kiküldtük mi a versenyfelhívást, akkor az első napokban még a határidőhöz közeledve kevés jelentkezőt tudtunk csak regisztrálni, és pár nap alatt ilyen rohamszerűen nőtt a jelentkezők száma. Ahogyan a megnyitóban is említettem, 25 iskolából érkeztek, és beszéltem a földrajzi lefedettségről is. Hát ez azért különleges, mert a megye északi részéről Hegyeshalmi iskolából érkeztek például tanulók, de ahogyan említettem, Rábaköz Kapuvártól kezdődően, Sokóra aljáról, Pannonhalmáról, Győrből, Szigetközből több iskolából is ez a 25 iskola. 850 versenyző, 860 plusz a rajzpályázatra, 267 pályamű, tehát nem véletlenül említettem azt az 1100 fős részvévőt, ami most egy igen-igen megtisztelő, komoly rekord, és a mai holnapi napnak az lesz a kihívása, hogy ennyi versenyzőt méltóképpen tudjunk úgy leversenyeztetni, illetve ezeknek a versenyszámoknak, amit tetszett kérdezni, hogy hogy mennyi a versenyszám, 15 versenyszám, sport, művészetek, illetve a hagyományos tanulmány, illetve egy picit a hagyományostól eltérő versenyszámok. Nem szeretném mindet felsorolni, de már 8 órakor elkezdtük a 7.-8. fiúkkal, ahol 10 csapat versenyez labdarúgás sportákba, holnap a leányok szintén labdarúgásba képviselik majd a sportot. A művészetek területén népdaléneklési verseny lesz a legkisebbektől a legnagyobbikig, egyén, illetve csoportos. Amit minden évben szerettünk megrendezni, és szeretném kihangsúlyozni, hogy külön sajátos nevelési igényű gyerekeknek is vannak versenyszámok. A versmondástól, a rajzpályázaton keresztül a szépírásig szintén versenyeznek, amiben nagyon-nagyon sok versenyző jelentkezett, versmondás, prózamondás, első, második, harmadik, negyedikesek olyan létszámmal, hogy eddig ezeket mindig párosan szoktuk értékelni, első, második, harmadik, negyedik osztályosokat, most külön-külön kellett szedni, de igen-igen szép számmal jönnek a matematika versenyünkre, 5-től 8-ig, ugyanez elmondható a német nyelvi versenyre, és a pénteki napnak van egy különleges versenyszáma, egy játékos nyelvi vetélkedő, ahol 4 fő csapatokban külön az 5.-6.-asok, külön a 7.-8.-asok, hát ott is versenyszámonként 10-12 csapat lesz, ami majd itt ezt a versenyt jelenti. Tehát azt mondom, elég színes a paletta, hála Isten van már egy olyan bejáratott hát elismertsége is, remélem nem tűnik nagyképűnek, ezt mondom ennek a két napnak, és a versenyzők létszámával pedig megválaszolható az a kérdés, amit föltettünk mi rendezők, szervezők magunknak, hogy következő évben is van-e értelme ezt a rendezvényt ilyen formában rendezni. Hát hála Isten, látjuk, a számok magukért beszélnek. Ugye a bevezetőben, illetve hát a megnyitón szó volt arról, hogy egy projektátadó is zajlik. Milyen fejlesztés történt a Kisfaludi Károly Általános Iskolában itt téten? Ahogyan itt is említettem, és ezért volt örömteli, hogy itt a megnyitón körünkbe üdvözölhettük a tankerületi központ vezetőasszonyát, Blazovicsné Varga Mariant, illetve Tét várospolgármesterét, Bánfi Lajos urat, mert ahogy említettem, az iskolánk az elmúlt években is, illetve most a legfrissebb beruházás is, azt a nagy eredményt mondhatja magáénak, hogy akár a település, akár a fenntartó működtető a téti iskolát igen-igen kis gondos házigazdaként tekinti. A legújabb fejlesztésünk, ami Tét város önkormányzatának a jóvoltából valósult meg, december végén fejeződött be, egy komplett fűtéskorszerűsítés. A kazáncserétől elkezdve itt az egész rendszer új vezetékeket, fűtéscsöveket szereltek be, melegvíztároló. Ha most valaki belép az iskolánk kazánházába, hát akkor nem hiszi el, hogy milyen látvány fogadja, a legújabb szivattyúktól elkezdve, és ami örömteli, hogy azt tapasztaljuk, hogy megvan az eredménye, mert akár a januári, vagy éppen a mögöttünk hagyott február azt mutatja, hogy igen-igen optimális, környezethez igazodó, intelligens vezérlési ez a fűtési rendszer, és ami nagyon-nagyon fontos még, hogy nagyon-nagyon gazdaságos.
Milyen értékű a beruházás? Tudomásom szerint a települési önkormányzat bonyolította, de polgármestertől azt az információt kaptam, hogy ez 28 millió forintba került. És ha már kérdezte, hogy milyen beruházás még, ahogyan már pár évvel ezelőtt említést tettünk, hogy a 412, EFOP 412-es pályázat egy komplex infrastruktúra fejlesztés, most éppen ahogyan itt igazgatóasszonnyal is beszélgettünk, abban a fázisában van, ami érinti nem csak a székhely települést, hanem a tagintézményeinket is, hogy már a tervezések megtörténtek, az engedélyezéseknek van a végső stádiuma, és most tavasz folyamán, ha ki tudja írni a közbeszerzéseket, a pályázat megvalósítója, a tankerületi központ, akkor rövidesen már az érdemi munkát látjuk ennek a nagy mértékű beruházásnak, és ezt követően nyugodtan mondhatjuk, akár itt az új épületrész, akár most már a kívülről megújult régi iskola rész, a belső is, illetve azok a hiánypótló kis hozzáépítések, ami akár a művészeti nevelésünket, a fejlesztő nevelésünket jelenti, vagy éppen a sportolási lehetőségeket egy kinti műfespálya képében, ezek rövidesen megvalósulásra kerülnek. És így akkor mondhatjuk, hogy 21. századi lesz a Téti Kisfalu Általános Iskola. Ugye a Tét térségi központ, város, hogy látja ez megjelenik a tanulók létszámában is? Tehát az elmúlt időszakban úgy tudom, hogy pozitív változások vannak itt az iskola adottságait is tekintve. Évek óta, mióta itt vagyok, igen, vezetőként is van egy törekvés, amit megfogalmaztam, és most is azért ezt szóvá is tettem, hogy mi szeretnénk egy olyan méltó helyet, ez szakmailag is, emberileg is, minden szempontból nyújtani Tétváros beiskolázási körzetének, az alapfokú oktatást érintő polgárai számára, ami versenyképes, ami azért adja a belső biztonságot, de adja tovább lépés lehetőségét is, és hála Isten az elmúlt évek folyamatára mondhatjuk, hogy ez gyerek létszámban is megmutatkozik. Most volt éppen kedden a leendő első osztályosoknak egy tájékoztató szülőértekezlet, és ott is örömmel mutathattam, és mondhattam el a számokat, hogy a tavalyi évhez képest is majdnem egy osztálynyival bővült az iskolánknak, székhely intézménynek a létszáma. A törekvésünk azt mutatja, hogy vannak komoly eredményeink, de itt nem lehet megállni, mert minden évben annyit kell nekünk pedagógusként letenni az asztalra, hogy a következő generációk is azt mondhassák, éppen itt a beiratkozás küszöbén, ami rövidesen másfél hónap múlva ránk köszönt, hogy a Téti iskola, akár a kimenők, mert hát a beiskolázás, középiskolás beiskolázás múlt héten zárult, és elküldtük a jelentkezési lapokat, láttuk a központi felvétel eredményeket, egyénre szabottan megtudtuk azt fogalmazni saját magunknak is, hogy na most akkor eljuttattuk ezeket a tanulókat, hogy azért nem járunk rossz úton, tennivalóink vannak, látjuk a beavatkozási szükségletet, de egy kicsit néha azt is mondhatjuk, hogy na talán azért jó út ez, amit magunknak gondolunk. Köszönöm, igazgató úr. Köszönöm szépen.